Jó reggelt, üdv újra mindenkinek a csatornán. A mai epizód egy különleges epizód lesz, nagy fába vágtam a fejszímet, méghozzá belekóstolok az autós kempingezésbe. Nemrég úgy hozta a sors, hogy vettem egy új autót, és már a vételnél úgy gondolkodtam, hogy szeretném később majd lakóautózásra használni. Természetesen ez nem igazi nagy lakóautó, viszont pont ez az előnye, hogy a lakóautókat itt Németországban sem, bár nagyon kedvelt hobbi a lakóautózás, de azokat sem mindenhova engedik be. Viszont egy személyautóval, egy nagyobb személyautóval tökéletesen el lehet rejtőzködni bárhol. Úgyhogy egy olyan autót vettem, ami erre tökéletesen megfelel. A hátulja gyárilag le van sötétítve, így alapból elég nehéz belátni. Úgyhogy egy parkolóban simán el lehet vele aludni, minden föltűnés nélkül. A választásom erre a 2022-es évjáratú Land Rover Discovery-re esett. Nagyon jó terepképességei vannak ahhoz képest, hogy városi terepjáróról van szó. A helyi kínálat is elég bőséges benne, a felszereltsége sem túl rossz. Nekem teljesen megfelel a célra. Az előző autóm már nagyon öreg volt, és féltem, hogy valami gond lesz vele ezeken a hosszabb utakon, ezért lecseréltem. Nézzük meg, hogy néz ki belülről. Szánt szándékkal nem kívánok semmi különösebb átalakítást rajta végezni, nem is kell. Minden befér ide, ami egy ilyen hétvégi kempingeléshez szükséges. Alulra vettem egy ilyen széthajtható matracot, ezt szépen össze lehet csukni, bemegy a hátuljába, úgyhogy gyakorlatilag egy csomagtartóban elfér minden cucc, ami szükséges egy hétvégi túrázáshoz. Az első éjszaka kellemesebb volt, mint amire számítottam, megmondom őszintén. Reggel fél hét körül ébredtem arra fel, hogy egy kicsit fázok, úgyhogy gyakorlatilag az egész éjszakát végig aludtam, amire nem számítottam. Azt gondoltam, hogy többször fel fogok majd kelni. Még majd egy kicsi dolgot biztos, hogy kell csinálni, kell egy ilyen kiegyenlítés alulra azért a szivacs alá, mert most egy picit hullámos volt azért, illetve még az ablak szigetelésen kell egy picit javítani. Nem egy nagy autó, de túrázni, meg így aludni benne, még akár két személy is egész jó lehet. Az autó kívülről kicsinek tűnik, belülről azonban megfelelően tágas. Nincs túl nagy hely benne, ez a matrac szerintem 65 cm széles, ha jól emlékszem. Az autó teljes mérete belülről 1 méter széles a legszűkebb helyen. Két 65-ös matrac már nem férne el benne, de akár egy felfújhatós matracca szerintem két személynek is megfelelne. Nyilván akkor a csomagokat jobban el kell pakolászni valamerre. Én most csak egyszerűen egy ládába bedobtam ide a cuccaimat, meg egy-két táskába, amiket hoztam magammal a kirándulásra, és így tökéletesen el lehetett benne aludni. A hátsó ablakra készítettem ilyen méretre szabott árnyékolókat, illetve hőszigetelőket. Ezek pont belepasszolnak a hátsó ablaknak a mélyedésébe. Még egy kicsit tökéletesíteni kell rajta, mert két részből áll, és majd itt össze kell valahogy rögzíteni, mert reggelre valahogy leugrott a felső rész. De azon gondolkoztam, hogyha egy tépőzárral a kettőt összeragasztom, akkor szépen az ablak formája miatt meg fog benne ragadni, és jó lesz. A hátsó ablakokat egyelőre csak kartonnal fettem le, belülről kicsit ilyen bénán néz ki, kívülről viszont teljesen jól le van sötétítve, és ez a jó benne, hogy a hátsó ablak is sötétített, így főleg mikor már lemegy a nap. Ha bent nincs világítás, akkor nem lehet látni, hogy van bent valaki. A hátsó ajtó fölfelé nyílik, ami azért is jó, mert adott esetben, hogyha eső van, akkor az megvéd az eső ellen, és mondjuk gyorsan be lehet pakolászni hátulról a kocsiba. Hát házibulit nem kell rendezni, de az ember ügyesen parkol, gyönyörű kilátásra nyílik hátsó ajtó. Még van pár dolog, amit fejleszteni kell. Legközelebb hozni kell valami kis asztalt, meg széket. Nemrég vásároltam egy tök jó ilyen camping szettet. Szerintem azt fogom ide berendszeresíteni erre a célra. Most így autó hátuljába eszünk. Az első éjszaka tapasztalati alapján módosítottam kicsit az elrendezésen. Ugyanis a hátsó ülés osztottsága miatt, ha így rendezem el a fekvőhelyet, akkor elől
kapok egy tök jó helyet. Ezt az ajtót be fogom csukni. Itt viszont reggel egy csomó hely lesz az öltözése, a cipőt fölhúzni, a kiszállása. Ez a nagy táska, ez majd előre kerül szerintem az első ülése. Sőt, ezt előre is lehet látni. Így ezzel az elrendezéssel itt a jobb hátsó ülésen hatalmas hely van. Az első ülésre bekerül a médiatatyó, úgyis itt kell tölteni a cuccokat, azért logikusnak tűnik. Így, nézzük csak meg! Jó, király! Itt az első ülést teljesen előre tolom. A hátsó ülést még egy kicsit hátra is lehet dönteni. Így aztán rengeteg hely van itt. Na így már házibult is lehetne rendezni majd. A hétvégi túrám célja a Fekete Erdő lesz. Elindultam péntek délután, sőt már majdnem péntek este volt, amikor útnak tudtam indulni. Útközben 70-80 km után megálltam, illetve olyan helyet kerestem, ahol nyugodtan tudok aludni a kocsiban. Azért erre is ügyelni kell, mert sajnos még ez sem mindenhol engedélyezett Németországban. De találtam egy nagyon jó kis helyet, méghozzá egy szabadtéri múzeum közelében, annak a parkolójában. Ez a szabadtéri múzeum egy római kori villa és egy település résznek a maradványai köré épült. Ezt fogom ma megnézni. Aztán tovább megyek a Fekete Erdő irányába. A célom a tribergi vízesés és annak környékének felkutatása. 9:30 van, hamarosan nyit a múzeum, úgyhogy elindulok. Először megpróbálok csinálni külső fölvételeket, aztán ha sikerül, akkor be is megyünk. Villa Rustica. Ezt a római villát, illetve az őt körülvevő gazdasági épületeket az első és a harmadik század között építették valamikor, majd 1978 és 83 között felújították, és azóta látogatható. Ez egy szabadtéri múzeum, amely Hechingen mellett található, Hechingen Steinban. Külön érdekesség, hogy maga a villa még az egyik Asterix képregénybe is bekerült. Kicsit hűvös volt ez a mai reggel, de gyönyörűen süt a nap. Jó időt remélünk még erre a hétvégére, úgyhogy megpróbálom kihasználni a lehetőségeket. Ó, oh, és még itt az erdőben is van egy-két fal maradvány. A villának volt egy alsó szárnya, ez egy olyan, mint egy külön kis megerősített várszerűség lenne. Itt volt a feljáró, és itt találtak régi útmaradványt a fal mellett, itt lehetett följönni.
kezdőzét. Ebből még nincs itt van hely, de megpróbálunk bemenni azért. Ó, és micsoda szép felvétel a háttérben, a ködben, Hohenzollernvára. Ezúttal nem fogok elmenni oda, mert korábban már jártam ott, de az egy nagyon szép látványosság, érdemes megnézni. És mint mindenütt itt is gondolnak a gyerekekre. Padlófűtéses házikó. Itt tök jól látszódik, hogy hogy volt megoldva annak itt a padlófűtés. Igen, és kőoszlopokra építették a padlózatot, alulról pedig jött be a fűtött levegő. Oh. Hát ez most elég nyitott hely, de ugye a rómaiak idejében már a higiénia elég fontos szerepet játszott. Ezt gondolom kitaláljátok, mire volt való. De jó néz ki ezekkel az írásokkal. Hát ilyen nyilvános vécéket használtak annak idején, és ott távozott az út. Ott pedig látható az a kis fűtőhelyiség, amivel fűtötték a... Ezt gondolom egy fürdőhely lehetett, ha már itt volt a WC is. Ja, itt írják is. Ez volt a fürdő. Ez volt az egykori hálóterem. Hölgy mossa a padlót. Még emeletes ágy is van. Ez volt a fűtőhelyiség a háznak. Ez volt a konyha helyiség.
Ez pedig a régi malomépület volt. Itt találtak malomköveket és az őrlésre alkalmas eszközöket. Most pedig elmegyünk ide ez a szentélyhez. Ó, ezt nagyon szépen megcsinálták. Ő pedig itt Merkur, a tolvajok és kereskedők istene. Nagyon szépen sikerült restaurálni itt ezeket a szentélyeket és oszlopokat. Így színesen meg kivált kép jó néz ki. Így kiszínezve adja igazán vissza, hogy milyen szép lehetett annak idején. Ugye, amit látunk a római romokból, illetve a régi idők romjaiból, az mind csak a kő, ami megmaradt, de a festés az nem, pedig nagyon sok épület és szobor és egyéb ilyen régmúlt időkből megmaradt emlék, az színes volt, és így, hogy a domborművek is ki vannak színezve, nagyon jó hatást kelt. Mennyivel szebb ez az épület is így. Ez pedig a templom őrzők háza. Ami egy kis ház itt a szentély kert végében. Én úgy gondoltam, hogy ez a különálló sarok, itt a villa vagy erődítmény sarkában ez ilyen őrhely lehetett, de nem. Ahogy látjuk, ez itt a különböző isteneknek felállított szentélyek helye. Szentély kert, mondhatjuk. Mars, a hadisten. A háromszarvú bika. Ő pedig Diana istennő. A hold, a vadászat, a születés és egy csomó mindennek az istene. Ő pedig Minerva. A kézművesek, kereskedők istennője. Történelemből sajnos sosem voltam jó, de nagyon szeretem ezeket a történelmi épületeket. Főleg amikor szépen rekonstruálva van. Ha van elég információ hozzá, hogy korhűen vissza tudják adni, akkor szerintem tök más benyomást kelt, és sokkal jobban visszaadja a történelmet. Egy ilyen épület, mintha csak egy romot látunk. Oda nézzetek. Micsoda gyönyörű szép épület. Nem tudom, hogy itt a kertben mennyire szabad bóklászni. Szépen le van nyírva a fű. Remélem nem szólnak rám. Ó, másszuk meg ezeket a régi lépcsőket. Ha? Megnézzük, hogy vajon nyílik ez az ajtó. Húha, mozog az egész. Ja, hogy innen lentről jöhetett. Itt pedig a
helyszínen talált leletek láthatók. Rengeteg pénzérme. Krisztus után 193, 169, 186. Ilyen cipőszegeket találtak egy csomó helyen. Egy ládika maradványi. Tűkész használati tárgya. Oh, pince is van. Na, itt a mellékenység. Videóvetítés. Szinte mindenütt van videóvetítés. Micsoda bukett. Így nézett ki eredetileg. Az a fürdőház, ahol először voltunk, és most ebben az épületben vagyunk, valahol itt, lent. Fú, nagyon komoly. Micsoda hatalmas építmény lehetett ez akkoriban. Másik változat, itt maga az egész udvar le van fedve. Ez a templomkertek rekonstrukciója, ahol az előbb voltunk. Nincs ezek kis mini makettek. Ez pedig a fürdőház épülete. A terasz, ahol bejöttünk. És itt az alaksorban, hát ez tök jó megvan oda. Két irányba lehet lenni, ahogy lejövünk a lépcsőn. Itt pedig egy másik pincébe jutunk. Egy helyen nem voltunk még. Itt voltunk. Itt sem voltunk. Házatónál. Itt pedig az látható, hogy hogyan működik az ásatás, hogy fedezik fel a régmúlt emlékeit. Van itt középütt egy szerkentyű, amit nem nagyon tudok, hogy mi. És még azt is megoldották, hogy a kis patak végig tudjon itt folyni a területen. Ez abban a kis tunkba vezet bele, amit az előbb láttam a kisháznál. Valószínűleg ez a kis csermely látta el vízzel annak idején a villát, vagy gazdaságot. Én
és a háttérben Hohenzollern vára. Itt meg a cipészmesterek dolgoznak a kis házban. De jó néz ki ez mind. Sajnos ugye nem eredeti alapanyagokból, de építik tovább a falat. Úgyhogy lehet, hogyha egyszer ide visszatérek, már itt a hátsó fal is körbe meg lesz csinálva. Vetünk még egy utolsó pillantást erre a szabadtéri múzeumra, aztán tovább indulunk a Fekete Erdő felé. Függőhíd! Hát ez ugyan gyerekeknek van csinálva, de így is jó. Ez volt tehát a Hechingensteini római villa, római gazdaság szabadtéri múzeuma. Most pedig autóba szállok, és irány a Fekete Erdő.